Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Skyrim 64. epizódja, és... Hát ezt nem hiszem el. Vártam egy órát, hogy befejezze a szomszéd a flexelést közvetlenül a fülem mellett, de úgy látszik, hogy baszik. Úgyhogy... hát remélem nem fogjátok hallani a videón. Engem minden esetre rohadtul zavar. Itt vagyunk Solitude-ban. Megszálltam a fogadóban, mert el akartam hozni, eladni a cuccaimat. Mert 400 valány fontnyi súlyban éppen nálunk, és remélem nem most nyúltam bele a szemembe csípős paprikás kézzel. Áh, bakker. Na jó, mindegy. Szabaduljunk meg a feleslektől. Aztán induljunk el vissza Solstheimba, ugyanis kaptunk egy levelet Ralisztól megint, hogy valami megint nem sikerült jól az ásatáson, ugye, amit finanszírozunk. Kezdve rettenetesen az agyamra menni ez a figura. Nem érdekelsz, hol a bolti eladó egyébként. Most így komolyan, menj az idő, 8 éjjel. Ha én késnék ennyit a munkahelyemről, engem úgy sej, ha olyan rúgnának, hogy... Akkor menjünk először a vegyesboltba. Jesus. Remélem meg tudunk szabadulni a súlyfeleslektől. Nem tudom, mit fogunk találni az ásatáson, ha találunk egyáltalán valamit, mert bevallom, őszintén rohadtul nem emlékszem, hogy mi lesz annak a küldetésnek a vége. Mert már akkor is idegesített, amikor először játszottam bele. Nézzük, van-e valami könyvet számomra, ami nekem még nincs? Bonsprint-Rossz-Rajszú, nem érdekes. Misk. Adj nekem égköveket, please. Az sincs nála. Örülök. Örülök neked. Weapons. Jesus Christ. Megint tele vagyunk. Szeméttel. A legolcsóbbat és a legnehezebbet akarom eladni, de... Shit. Ah, az a DL ringek. Ah, oh, igen. Oké, és ezeket szétsen lehet bontani, hogy sokan nem megyünk vele. Jesus! Minden cucc, ami nálunk van, nehéz, és drága. Úgyhogy nem tudom, mitől fogunk tudni megszabadni. Oh my god! Jó, valamit vegyél meg tőlem, please. Mi ezek az én cuccaim? Fura is volt. Jó, tudod, vigyed, nem érdekel a veszteség, vigyed. Csak vigyetek tőlem valamit. Azért akartam még követ venni a csajszitól, hogy legyen egy kis alappénze, amit majd jó, kifosztok újra, de... shit. Viszont Radiant Rainmanbe lehet elfunkrudni néhány dolgot. Jesus Christ. Why, hello! Hello! Oh. Breaches, gowns, clothes. Neked mit van? Really? Csomó gyerek ruhát. Örülök. De nekem most... szerintem meg kéne szabadulnom. Ezektől. Ja, vigyed, oké. Hát nem lettünk sokkal könnyebbek. Lehet meg kéne látogatnom még egy-két kereskedőt, de majd Solstheimban megpróbáljuk elhozni a cuccokat. Jaj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 
pattanunk és meg sem állunk Solstheimig, igazából a kikötőig, ahol majd átvisz minket a hajó, de ez most lényegtelen. Na, nyomás Solstheimba. Hús, és perc. Remélhetőleg pont jókor érkezünk ahhoz, hogy el tudjuk adni a dolgainkat. Érdekes módon még nem találtuk meg az összes Dragon Priest maszkot. Most így nézem a pedesztált, így eszembe jutott. Még három maszk hiányzik, azt hiszem, vagy kettő? Ezeket is érdemes lenne felkutatni, de nem akarom használni a YouTube-ot segítségül, meg semmiféle guide-ot. Meg akarom találni mindet, mert egyszer már sikerült. És az volt a vicc, hogy nem is tudtam erről a pedesztáról, hogy ez így működik. Véletlenül találtam meg a Wooden maszkot, és úgy jöttem rá, hogy ez jó valamire. Azt nem tudtam, hogy mire, hogy miért jó az, hogy átteleportálok erre a különleges helyre. Aztán, amikor elkezdtem fölpakolni a maszkokat, akkor még nem is tudtam, hogy kinyílik ez a sárkányfej ott a pedesztál fölül, és ad egy másik maszkot. Egyszerűen elkezdtem őket gyűjteni. Akkor még a morokkai maszkot hordtam, ugye, ami manát ad, meg mana visszatöltést, meg spellcasting, meg ilyenek. Igaz, hogy volt rajta egy kis armor, de túl jó volt ahhoz, hogy ne használjam. Oh, jeez. Éhesek, fáradtak, szomjasak vagyunk, minden bajunk van. Oh my god. Van nálam cucc? Jól van. Egy alma, meg ilyenek, mindet bedarálunk szépen az arcunkba.
Na szóval. Hányszor is jöttünk már ide vissza ehhez a köcsökhöz? Háromszor? Négyszer? Na, mindegy. Először is meglátogatjuk a boltokat, már ha nyitva vannak, nincsenek. Hajnalban. Oké. Okay. Oké, okay. By the way, tényleg hajnalban. Itt is, real life. Úgyhogy kicsit álmos vagyok még. Na, van olyan rég csináltunk Skyrim epizódot, hogy már szabályosan hiányzott. Még azt is elfelejtettem, hogy mik a gyors gombjaim. Oké, megvan. Fölvertük a hamut, gyerekek. Egyébként elég kaotikus lehet egy influenza időszak a Dragonborn-éknál, mindenki tüsszög. Hallottátok ezt a hangot? Ez a Stridereknek a hangja volt. Tudjátok azoknak a... Az a kis sziget? Nem emlékszem, hogy valaha is lettem volna ott. Tehát ez a bánaszerű hang azoknak a magas, polipszerű lényeknek, a Stridereknek a hangja volt. Na nézzük, Relis, mit tartogatsz a számunkra? Mennyit kérsz most? 10 000-et? 20-at? 100-at? Annyi még van, de több nincs. Illetve... Jó, 118. Oké, zseppént. Na, egyre inkább többen vannak, és úgy látszik, hogy életben vannak a bányászok, gyerekek. Relis megcsinálta! 6. nekifutásra, de megcsinálta! Nice! És ha már itt vagyunk, akkor gyorsan föl is dolgozzuk a kajákat, amik vannak. Nincs nálunk semmi! Wow! Nincs nálunk alapanyag. Érdekes. Na! De jó kis sátrad van neked. És ugyanezt mondjuk, legalább néhány bányász túlélte. Yes, well, the mercenaries did their job. Worth every septum. Uh-huh. Of course, they might disagree. The dead ones, anyway. De azért haltak meg páran, főleg a zsoldosok közül, remek? Szuper. I feel like we've done this before. But that just means we're getting good at it. Ja, kezdesz jó lenni abban, hogy kihúzd a pénzt a zsebemből. És megint meg kell tisztítanunk a barlangrendszert a drogoktól. Vagy dolgok, inkább így mondom. Hello? Ja, egyébként pont néztem Nessai egyik videóját. A... Hello! Shut up! Hello! Shut up! Áucsi! Lassú voltál, Serena. Na jó, megbocsájtok. Tehát néztem Nessa egyik videóját a Drogdellerre. Szóval a Nordgard nevű játékról, ami be kell valam nagyon tetszik. Nagyon-nagyon rég játszottam RTS-re, azaz real-time stratégiai játékkal, ami azt jelenti, hogy nem lehet megállítani, nincsen körökre osztva, egyszerűen csak építkezel és harcolsz. Viszont a Nordgard az tetszik, úgyhogy lehet, hogy ki fogom próbálni. Nem biztos, hogy lesz belőle videó, csak ha kéritek akkor. Mert azok nem a legizgalmasabb játékok, nem a legpörgősebb játékok, amiket el tudnék képzelni a csatornára. Viszont tetszik, és ott is vannak dolgok, és nem is tudom, Nessai, hogy mondta ki a nevüket, de talán még bénában, mint én. Úgyhogy miért nem tudok megnyitni senkit? Várjunk, csak volt itt nála egy glows. Lassan meg kell csinálnom azt a ruhámat, amivel alkemizni tudok erősebben, hogy tudjak majd csinálni magamnak. Ó, el is felejtettem a vérmeket. Olyan, Jesus Christ, megint el leszünk fegyverrel. Olyan potionöket, amivel elősebbeket tudok enchantolni, mint 25%-os erősség, ugye. 25%-os enchanting filter az most a legjobb enchantingot erősítő italunk. Úgyhogy szeretnék valami 27-30%-osat, hogy még jobbakat tudjak... Ups, itt egy halott mercenary. Hogy még jobbakat tudjak kotyvasztani. Látom, lekerült ide néhány... Itt lesz egy shout! I'm sorry. De még be van... Na, akkor a következő ásatáson már szerintem fölfedik nekünk ezt a szót, és megtanulhatunk még egyet. Halleluja! Hát, szegény srácok. Na, ennek a bányásznak legalább volt annyi esze, hogy legalább egy harcsatabárdot lehozott magával.
Bakker. Oh. Oké. Flame-atronárkot nekik. Aj, már megint. Föl kéne húzni a freaking enchantingot, csak nehéz idézni. Na. Ah, melyik szót is kapjuk meg? Itt tökre elfelejtettem. Mi van még itt? Oh. Oké, hello. Szia. Mi volt ez a slow motion effekt? Láttátok? Csak én érzékeltem úgy, mintha lassabban lőtte volna el a tűzlabdát? Oké, mindegy. De ebből még biztos ráfizetés lesz, tehát ide még kell egy ásata. Hello. Somebody? Valami recseg ropog. Hello, ó, expert! Hopp, megvan. Nice, elsőre egy lockpick-kel. Hello, oh fuck you! Oh fuck you! Poison! Tűnj ne! Ó, ezeket fog kezdeni, és akkor lenne három fireworm-em. Mindegy, poisonous spider. Damaged Albino Spider Pod. Ezek mire jók ezek a Spider Podok? Ú, ez egy csapda. Ez pedig egy Emerald Geode. Akkor ebből egy Emeraldot fogunk kapni valószínűleg. Sputy! Yay! Flawless-t is kaptunk. Nice. Nagy Potion. Ultimate Healing az jöhet. Weak Poison az nem érdekel. Ez egy urna. Te jöhetsz. Bírom ezt a Fireworm-et. Ezt viszont valahogy ki kéne bikkelni. Expert trigger. Oh, shit. Meg volt gyengülve a lockpick. Oh. Nem. Kicsit vissza. Ez az. Ah, ez csak a csapda miatt volt itt. Hát jó. Na mindegy. Ezt megcsináltuk. Ó, egy csomó dókony. Valószínűleg ide kell a zéghez. Oh shit! Death Lord! Valami fölrobbant. Na, oda. Egy. Valami fölrobbant mögöttem. Valószínűleg a Frost, a Fireworm-em. Na. Jó, az be van bugolva. Úgy látszik, erre még tudunk menni egy kicsit. Ezek nem mozognak. Küldi? Még mindig a droga. Oké. Akkor valószínűleg még nem találtuk meg mindet. Hopp, hello. És visszállt. Blacksmith draw, az nem érdekes. Oh, hello mindenki. Vigyázz a csapda! Oda lent, így... mindegy. hello. Nem ott eljöttél. Valószínűleg valamelyik sírkamrából lépett ki. Oh, Serena, hello! Jönnek mögötte, tud? Hú, na jó, itt vagyunk újra. Van egy kicsi problém. Volt egy update közben, amitől kifagytunk, és azóta már háromszor beléptem, de kifagyunk valamilyen okból kifolyólag. Nem tudom, hogy mitől lehet ez. Hát remélhetőleg most már nem fog fennállni ez a helyzet. Próbálok majd minél gyakrabban menteni, hogy ne kelljen háromszor, négyszer, ötször lejönnöm ebbe a kazamatába egymás után. Nem tudom, mi lehet a gond egyébként. A framerate rendben van, a felvevő rendben van, a fraps rendben van. Memórián van. Nem tudom, mi lehet a gáz. Hey. Nope. Oopsi, hello. Frost Atronark. Anyád. Ott maradsz. Ja, magam sem mondhattam volna szebben, Serena. Jó, itt mentettünk egyet, mert megint ugrott a kép valami miatt. Nope. Én vagyok a Badass Dragonborn, és én shoutolok először. Ez egy csapdaszoba. Látjátok a talajt?
Ups! Hehe! Úgy maradtok. Az összes autóm töltőm van, csak a Frost nincs. Death Lord egyébként. Nem csoda, hogy ilyen tápos. Wow, viszont utána azonnal kifekült. Hey, Serena, what the fuck? Jó, hogy Ebony! Oh. No. Ebony Excel hadakozik a drága. Nem mondod, hogy nem tud följönni. Jesus. Akkor menjél le. Bye bye. Na, Serena, rendben vagy? Nézzünk egy Frost Patronátot hát, hogyha... Ah, sikerül. Nem sikerül. Az enyém? Na, hogy Serenáj. Serenáj? Na, az a Draugé. Na jó, ez nem jött össze. Maradjunk annyiba. Elvileg ez az ellenfél és mégis nekem adta be. Ez érdekes. Na mindegy, kiirtottuk a drogröket. Mehetünk tovább. Elvileg... az ott mi az? Az a nyakék, az a nyakék. A, ugye a nekromant a gyűrűhöz, meg a nekromant a cipőhöz egy nyakék. Nice. Körbe kuksizunk. Corbjörn Guard. Egyelőre semmi. Ebony War Axe. Abba kell hagynom az Ebony cuccoknak a felszedését, a büdös életben nem fogom tudni eladni. Érdekes egyébként, hogy nem aktiválódott a csapda. Nem tudom, mi lehet a probléma. Úgy látszik, egy kicsit kibagoltuk a helyet. Vagy éppen be. Glass Mace. Storim helmet. Mocsok drága egyébként a Storim cucc. Egy sima Storim helmet, ugye 1100 valamennyi volt. Extended Invisibility, Hide Bracers és egy lock. Shit. Nope. Nézzük, mit rejt. Minor Magic-e. Oké. Komolyan problémák vannak ezzel a idézéssel. Valószínűleg megtartom egyébként, hogy az Atronark jel, ami rajtunk van ugye a koronával, az zavar be neki, mert azelőtt semmi gondom nem volt vele. Úgy látszik, hogy önmagamra kasztolt spellnek nézi, mert elnyeli a manáját, vagy nem is tudom. Oké, erre kell kimenni, jó, de először még szükségünk lenne arra a pendantra, ami oda bent van, úgyhogy meg kell keresnünk a nyitókart. Franco nem emlékszem egyébként, hogy hol van. Úgyhogy ezt most egy eltarthat egy darabig. Oda bentről kéne valahogy? Lenyomódik. Ez tény. Itt valahol? Valami kapcsoló? Ilyen húzó? Gyűrű? Vagy mi a bánat az? Látok jelenleg. Olyan, mintha bejegesedne, mikor rálépek. Talán ez tartozik a rejtélyhez? Ez érdekes. Látjátok? Megjelenik rajta valami... jég. Érdekes. Mindegyiken vajon? Valami utasítást kéne keresni, hát hogyha találunk. Te mi? Hagyj már meg, mondjuk meg egyébként.
Ez furcsa. Nem látok semmiféle instrukciót, ami azért fura, mert általában a rejtvényeket egyből a helyen meg ott helyben meg lehet oldani. Valamiféle segítséggel. Per pillanat nem látok semmit. Lehet, hogy kiveri a szememet és én vagyok vaksi. Jelenleg nem látok semmit, amivel ki lehetne ezt az ajtót nyitni. Próbáljunk meg telekinézist, hát hogyha. Ó, mama! Mage for the win, baby! Nézzük csak! Ring of Arcana allows you to cast the spells Ignite and Freeze. Ignite... Próbáljuk csak ki. Ignite Freeze added. Items. Magic. Destruction. Azt mondja, Freeze. Ó, ez egy erősebb spell lenne? 31 pontos fagysebzést. És az Ignit? Nem tűnik túl erősnek. Blast of Flame, ami tűzre gyújtja az ellenfelet. Nem egy nagy szám. Vegyük le, nem kell ez nekünk. Elég drága, de... Igazából nem tudom, kinek jöhet ez jól. Várjátok, hova lett az én gyűrűm? Basszus! Elvész a sok nyavaja között. Atrialing, ott van, azaz. Na jó, hát az én spelljeim erősebbek. Nem tudom, hogy kell kinyitni, de szerencsére megoldottuk a telekinézissel. Szóval, mint mondtam, Mage for the win. Úgyhogy egyelőre ez így okés. De ez egy pendant volt, amit felszedtünk, nem? Nem? Én rosszul láttam? Nekem izének tűnt, nyakláncnak tűnt. Akkor ezek szerint tévedtem. Mindegy. Oké, haladjunk tovább. Jaj, shit. Azt nem lehet kiszedni onnan. Áú! És itt vagyunk újra, ahol bejöttünk. Na jó! Dumáljuk le ezt az egészet az öreggel, mert nagyon kéne ez a Dragon Shout. Bár nem tudom, mit fogunk kapni, de minden Dragon Shoutra szükségünk van. Jézus, nehogy kifagy nekem még egyszer. Nem akarok még egyszer lejönni ide. Már 5 percenként mentek. Először azt hittem, a frapp szórakozik, de aztán úgy tűnik, hogy az update-tel voltak problémák. Hidratálódjon. Na, így néz ki egyébként egy full Starim set. Egész tökös. Jaj. Na jó. Nekem is úgy tűnik. Na. Good. I'm glad I can count on you. I think we're almost at the bottom of the barrel, but it's going to be everything I can do to find more miners. Már megint pénzt kér. We've developed quite the reputation. But for enough gold, I can do it. Just remélem nálad lesz a pénz, mikor kinyírlak te szemét. 5000! Köszi! I know you could almost buy a house for that much, but like I said, we've got quite the reputation. And coin is the only counterweight for a bad reputation. Jó, nesze. Nesze, tessék még, mert meggondolom magam. Jesus Christ. Hát jó lenne, hogyha valami normálisat megfizetnél ebből a pénzből. Hogy Arlnál nincs ennyi lóvé, basszus. Na jó. Na jó, van, akkor haladjunk.
Visszamegyünk a városba, eladjuk ezt a sok fölösleges nyavaját, ami nálunk van. Jesus Christ, annyira meg vagyunk pakolva, hogy... rengeteg cucc. Tudom, hogy használhatnám a Deep Storage, csak attól félek, hogy úgy járok, mint a múltkor, hogy csak behaigálom a dolgokat, aztán nem adok túl rajtuk, aztán nézek, hogy miért nincs pénzem. Az a baj, hogyha kétszer-háromszor, két-három lutran után nem adjuk el a dolgokat, akkor olyan szinten fölhalmozódik a felszerelés, hogy egyszerűen nem fog tudni megszabadulni tőle semmilyen kereskedőnél. Igazából átmeneti, illetve egy normális megoldás lehetne, hogy a speech képességet felfejlesztenénk, de, és itt akkor több pénze lenne a kereskedőknek, de ez rohadt csak skill pont. És rengeteg idő szükséges. Viszont már lassan 70-en van a speechcraftunk, úgyhogy igazából annyira nem gáz. Maga a skill pont az, ami problémás. Nézzük, hogy mire tudnánk ezt az egyet eldobni. Hát ugye itt nagyon nincs szükségünk semmire, az enchanting az úgy, ahogy van, jó. Az alteration szint úgy. Resto. Hát nem sokat gyógyítok magamon, mivel nem sokat sérülök. Viszont meglepve tapasztaltam, hogy 46-os szintű vagyok, és még nincs maga recovery per 2. Ami azért kéne, mert gyorsabban regenerálódnom vanám, és az avoid death sem lenne egy hátrány, ha esetleg bekapnék egy kritikus találatot. Úgyhogy szerintem elmegyünk White Run-ba. Ott van egy nagyon erős healer. Ugye, ahol helyreállítottuk azt a cseresznyefaszerű növény... fát ugye a főtéren, ott van egy nagyon-nagyon-nagyon ügyes Restoration Healer, úgyhogy lehet, hogy befizetek egy-két tanórára. A Destruction az úgy, ahogy van, jó. Az Augmenteket mindenféleképpen kihúzom, viszont ezeket nem nagyon ajánlom nektek, és meg is mondom, hogy miért nem. Az Intense Flames az annyit tesz, hogyha kevés az HP-ja az ellenfélnek, akkor elkezd tőlünk menekülni. Na már most én nem akarom, hogy elfussanak előlem az emberek. A Deep Freeze az inkább jó, amikor a fagyasztást használsz, és hogyha kevés a HP az ellenfélnek, akkor tulajdonképpen ledermed. A Disintegrate sem rossz, bár ez inkább csak fun. Tehát, hogyha egy alacsony HP-ú ellenfelet villámmal végzel ki, akkor elporlad. Sok értelmét nem láttam, de talán kifejleszünk majd, ha lesz fölösleges skill pontunk. A Rune Master a másik, amit nem fogunk kitolni, mert runákat nem használok, nem szeretem, hogy lerakom a földre és ha rálép, akkor robban. Lehet vele szórakozni, de annyira nem releváns, hogy nekem az kelljen. Conjurationt, hát azt föl kéne húzni, de ugye ahhoz idézni kéne, és az idézéssel, mint látjátok, problémáink vannak. Jó, marad az Alchemy... nem, Benefactor... jó. Oké. Okay. Na igen. Ezeket sem lenne rossz felhúzni. Ez a mérgekre hat. Nekem inkább ez kéne. Nagyobb... 25%-a tovább tartanak ugye a potionok, amiket kreálunk. Ez igazából már nekünk nem kell. Rezisztans a méregre. Hát nem tudom. Ezt mindenféleképp, hogy erősebbek legyenek, ezt majd húzzuk. De ahogy elnézem, más nagyon nem kell, úgyhogy megtartjuk ezt az egy skill pontot, és majd a Restoration-be belepumpáljuk, hogyha úgy vagyunk vele. Egyelőre még jók vagyunk. Nem vagyunk olyan nekem szomjasok, hogy éhesek. Kicsit... aha. Fatigued, fáradtak vagyunk. Jó. A weariness az pedig a combat miatt van rajtunk. Lassan vagy elmúlik. Mivel még... ja, még nincsenek nyitva a boltok, ezért átnézünk arra a kicsike szigetre. És kipróbálhatjuk Azidal cipőjét, ugye ezzel tudunk a vizen járni. Hol is van? Mennyi felesleges nyavaja van nálunk, de jó. Most kaptunk tőle egy kis armort. Blup! Awesome! I'm Jesus, motherfucker! Oké... okay. Ez király volt. És van-e itt valami? Ez mi vagy? Oh, fuck you! Dög! Gyertek csak velem.
Fúj. Sáska vagy szöcske vagy mi a franc, Ash Hooper. Tűnjön. Ó, ez itt egy... Reaver. Nem tudom kik azok a Reaverök, de ez itt nagyon halott. Viszont Chini a szőrös melltartód. Ez pedig egy bone mold. Gauntlet, bone, bone meal. Ó. Oh. Oké. Okay. Plentiful stamina. Nordic barnacle. Szerintem valami kincses brigád ez. Már kincses lelet nem látok soha. Ó, oh, itt egy hajó. Pardon, csónak. Oké. Okay. Átjöttünk, megnéztük. Azt hittem érdekesebb lesz, de ez tényleg csak egy kis mellékes sziget volt. Solsteinnak nagy hátránya, hogy bár sziget, de nem igazán lehet kalandozni szigeten kívül. Valami fölrobbant. Rohadtul. Mi volt? Jaj, az izéim, frostvörmjeim. Érdekes, hogy fölrobbannak, miután elmúlik a hatásuk. Hát ez fajn ez a vizenjárás. Van egyébként recept vizenjárós potionhöz. Hát, hogy majd magamévá teszem, és akkor nem kell mindig megszárítkozni, miután kijövünk a partra. Viszont most visszavenném a csukámat, ha megbocsájtasz játék. Ja, tökéletes. Sok rezisztancia volt a másik, amit a cipőmre tettem, mert ugye a Lightning a legnagyobb ellenfelem, ugyanis az nem csak az életerőmet, hanem a manát is apasztja. Bár 1033 manám van már, ha jól láttam. Ettől függetlenül manából sosem elég. Lehet, hogy egyébként a gyűrűmet meg a nyakláncomat átalakítom, mégpedig úgy, hogy... Pardon. Hogy ne a manámat növelje 70-nel, hanem a destruktív mágiámat csökkentse 25%-os mana felhasználással. Csak erre a kettőre. Mert elég gyorsan el tudom pörkölni a manámat. Láthatjátok, hogy egy ötödét leveszi egy tűzgolyó. Így óvatosan kell dolgozom vele. Azt reméltem, hogy a shoutokkal most már el tudok boldogulni, de még nem. Bár nem tudom miért nem, legutóbb már nem volt ezzel probléma. A legutóbbi végigjátszásomban... Jesus, nyúlik a szám. A legutóbbi végigjátszásomban korábban megtanultam a majdnem az összes shoutot. Nem voltam még 43, 39 volt, amikor csak shoutokkal mentem. Akkor még ugye valószínűleg gyengébbek voltak az ellenfelek, azért bírtam csak shouttal menni. Na meg... akkor fönn volt egy mód, amivel erősödik a shout is, hogyha erősödik a destruktív mágia. Lehet, hogy ezt majd megejtjük még egyszer. Na, egy órát kell csak várni, szerintem ez nem akkora probléma. Addig kutyulunk egyet. Nem tudom, mennyi alapanyagom van. Elég, nem túl sok. Ráadásul a kreált potionöket valószínűleg el sem fogom tudni adni. Jó, sóból már nem kell. Oké, okay, ennyi volt. Igen, egyébként legutóbb kutyultam egyet, mikor a mágos kollégiumba jártam. Vaj. Nem tudom, miért ásítodok ennyire, sorry. Szép ágyékkötő. Nagyon menő. Touchbug. Ej. Ez egy elég ritka alapanyag, legalábbis ott, ahol én járok. Egyébként tolvaj karakterrel a leggyorsabban az alchemit húztam ki, nem hinnétek el. Volt, hogy olyan erős mérgeket tudtam már keverni, amit egyszer csak beloptam az ellenfelem zsebébe, és belepusztult. Tehát, hogy nevetségesen könnyű volt egy idő után azzal is haladni. Silver? Úristen, mennyi. Silvert akarok én egyáltalán? Csinálok egy pár silvert. Többit meg átalakítom goldá. Ugye van még a transmutate varázslatunk, amit már jó régóta nem használtam. Transmute. Örülök neki. Segíthettem. Emlékeztek még a játék elejére, mikor egyetlen egy ilyen... transmutációs varázslat leszívta a fél manánkat? Azt nézzétek, mennyit fogyaszt. Egy icike, picike hajszálnyit, tök jó. Na, szabaduljunk meg a sok fölösleges cucctól.
Mit van, amit megvehetnék tök fölöslegesen, hogy eladhassak neked tök fölöslegesen dolgokat? Az a baj, hogy nála nem lesz semmi olyasmi, amit megvehetnék. Illetve megvehetném, csak minek. Na mindegy. Szóval elég sok pénze van, nézd csak! 2156 gold. Ez nagyon nehéz, ezt eladjuk. Ez szint úgy zenész. De eddig lesz mész. Ez is mehet. Az is mehet egy kis nyerességgel, barátocskám. Mert te jó fej vagy. Visszakértük neki ugye a Nordic pickaxe-ünket és nekünk adta. Hát, vannak ilyen jó szívű emberkék. Tudsz nekem javítani az alchemy skill-emet? We wandered around it. I was fascinated by her work, and over a period of a few, it wasn't long before we became homesick. We were the only Dunmer in Morthal. When word reached us that a settlement of Dunmer was forming on Solstheim, we were thrilled. Tehát Morthalból lakott, de ő volt az egyetlen Dunmer, ő volt az egyetlen Dark Elf ott, ezért akkor meghallotta, hogy jön ide egy hajó Solstheimba, akkor azonnal jelentkezett. Na, a tréning az úgy zajlik, hogy aranyat fizetünk egy bizonyos szintért. Ugye nekünk még nincs expert szinten az alkemink, ezért egy expert tréner, itt is írja, tréner szintje expert, tud minket tanítani. 5 szinten keresztül. Hogy fizessünk neki pár ezeret. Ez több mint 7000 volt, de látjátok, hogy mennyire megugrott az alkemi szintünk? Ha egészen... Ja, 63-64-ig. Ezen a szinten már többet nem tudok nála trénelni, de ha level up-olok, akkor valószínűleg még visszajöhetek hozzá. Na, ugye ezt fogjuk megcsinálni a Restoration trénernél. Nézzük, milyen potionjaid vannak. Vannak jó kis mérgei. Alteration. És most van egy csomó pénze! Nagyon jó! Ez egy jó húzás volt tőlem akaratlanul is, mert így egy csomó potiont eladhatok neki. Nice! Ezt most tudat alatt csináltam, királyul. Vigorous Magica, az is ad ide. Oké. Okay. Mit van? Receptet. Fear Poison, Paralysis, Restore Health. Ezek nagyon érdekesek. Na nézzük! Elixir... Oh, wow! Enchanter's Elixir, az kell nekem. Filterek nem kellenek, az Elixir kell nekem. Ice Wrath Essence, ez nem kell, azt is eladhatom. Mehetnek a damage-ek. Ó, de jó! Ó, de jó! Halleluja! Extreme Healing mehet, Conjuration mehet. Ó, nagyon jó! Királyok vagyunk. Totál akaratlanul. Nem, pontosabban nem számoltam vele, hogy ezt a pénzt majd vissza fogom tudni tőle szerezni. Király. Ultimate Healing, Magic Stamina, Vigorous. És még maradt is 5000-re, oh my god! Vegyünk tőle ingredients. Gyorsan kutyuljuk össze. Az asztalnál, aztán majd azt is eladjuk neki. Oké. Okay. Ugye a jó öreg training mód. Mindegy, mi azt csak nyomjuk össze és adjuk el. És ettől jött is egy level up most nekünk, némi pénzért. Hát ugye pénzből lehet pénzt csinálni, pénzből lehet szintet is csinálni ezek szerint. Oké. Okay. Ennyi. Nagyon jó. Yes. Hopp, szerenek kicsit arrébb tolt a csórikámat. Potions. Ez nem kell. Jó. Úristen, most nézem, mennyi potionünk van. Ebből sem kell ennyi. Így. Nem kell ez se. Ultimate Magic-e, az kell. Ultimate Healingből biztos nem kell ennyi. Mennyit adjunk el? Hát egy 40-et biztos el tudunk. De legyen csak ennyi. És visszaszereztük a pénzünket, maradt egy csomó potionünk, nagyon jó, és még tréneltünk is. És jött egy level up, amit természetesen Magic-ára tolunk.
Yeah. Cool, és van most 2 darab skill pontunk, tökéletes. Inventory szinten azon is jól állunk. Nincs itt valahol egy mindenes bolt egészen véletlenül? Te mindenes vagy? Oh, igen, ő egy sima trader. Nice. Special mining gear? Mining gear? No. I used to sell East Empire pendants until I ran out of them. Itt lehet eladni az East Empire nyakláncokat, ugye? It's an amulet that was made exclusively for the East Empire company. They gave them to their workers as an incentive at one point, a kind of reward for extra effort. Aha. They're no longer being made, so they've become a collectible. I'd love to get my hands on a few. Okay, tehát el tudjuk nála adni az összegyűjtött East Empire pendenteket. Seems you're proving fairly useful for an outlander. Okay. Here's your coin. Keep bringing me. Mennyit kapunk egyért? Ezért most kíváncsi vagyok. 2000-et 4 darabért, tehát darabja 500. Okay. Nézzük, mit van eladó, barátocskám. Jövünk még hozzád. Új, de még hogy. Ametiszt. Ugye, fölpörgetjük egy kicsit a pénzét, hogy még többet tudjunk neki majd eladni. Mit van még? Remélem nem túl unalmas ez a nagy kereskedési roham. Extreme Healing, Plentiful Illusion Spell, Alarm Flame, Frostbite, hát a szokásos kis izék, lightos spellek. Oké. Egy kis nyereség rajta, tessék tesó. Jaj, de jó, megszabadultunk egy csomó hulladéktól. Hála a jó égnek. Na, szuper. Azt mondja, hogy mi van még, amit megtehetnénk? Hát nem sok időnk maradt, ezt a részt úgy látszik, hogy elnyomogattuk erre, arra, amarra. Ez is azt hiszem egy helyi küldetés. Nézzük csak meg. Igen, ez is egy helyi küldetés. Egy eltűnésről kell kérdeznünk, de ez... Valahol itt lesz a... Ó, igen. Ó, Skulloknál, Skull faluban. Hát mivel várunk még úgyis az ásatásnak a végeredményére, ezért el tudunk menni hozzájuk, és megkérdezhetjük, hogy hova tűnt, és vajon miért tűnt el ez a bizonyos személy. Lóra föl! Talán a Skulléknál meg tudunk pihenni majd egy kicsit. Bár nem hiszem, hogy túlságosan szívesen látnának ott minket. Azok után, hogy ugye meghalt a fő sámánjuk. Ugye Hermeus Mora kiszedte belőle a titkait, és ezzel együtt kicsit megbirizgálta a belső szerveit a külső szerveink keresztül. Nem valószínű, hogy értékelni fogják a jelenlétünket. De mivel segíteni akarunk nekik, talán javíthatunk egy picit a viszonyunkon. Szállj le. Arvak, mehetsz pihenni. Azt hiszem, hogy ennünk is kéne valamit. Innunk is. Oké, árva keltünk. Nagyon melegnek látszik az a ruha, ami rajtuk van. És szegény kislány meg itt van egy szábúgyiba. Fett, készülök. What? Jaj, ne már! Most nem engedi megcsinálni ezt a küldetést azért, mert... faszék. Te segíteni akarok, baszod! God dang it. Hát ez fajn. Úgy látszik, ezt előbb kellett volna megcsinálnom. Okay, hát ezt megszívtuk. Na jó. Úgy látszik, hogy itt már nem lesz szerencsénk. Soha többet. Így most beteljesített. Megnézem, utána nézek majd ennek a küldetésnek, hogy meg lehet-e valahogy csinálni azok után, hogy... Hát elcsesztem a reputációmat ugye tulajdonképpen a Skullokkal. Hát ez elég sajnálatos, pedig csak segíteni akartam nekik. Hát igen, szegény öreg. Ez így gázos. Le lehet venni a csimáját? Nem. Nem teszek ilyen kegyelet sértést már csak azért sem, mert... Hát na. Végül is tulajdonképpen idézőjelben miattam halott. Ő döntött úgy, hogy
beszélni fog Mirákkal, úgyhogy igazából lényegében véve nem vagyok okolható semmiért. Végülis minden csak nézőpont kérdése, nem? Hát de. Na jó. Hát ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Remélem, hogy nem volt túlságosan unalmas. Volt egy kis fennakadás, egy kis technikai probléma, de hát ez még a legjobbakkal is előfordul, pláne velem. Minden esetre dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok!